Majzik Adrián tekereti középre ezúttal. Móga, Gréci, és akkor most kellene megnyugtatni valahogy a labdát. Egy lövés távolról, Varga megfogja, jól van. Germán gondoskodik arról, hogy ne tudjanak kontrázni a hazaiak. Nagyon finom megoldás volt Dobostól. Olá tekereti középre, lövőhelyzet lehet, Gréci jobbal! Ez így gólpassz lehet akár, Grumics! És egy nagy védés. Nagyszerű szerelés volt magától. Fótyikra vezetheti rá Olá. Jön a beadás, Grumics. Előheti jobbal. Micsoda gól! Azt a betyár mindenit. Miroslav Grumics kipókhálózta a bal felső sarkot. Ez igen. Óriási góllal megszerzi a vezetést a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Olá be tudta adni a labdát Fótyik mellett. Grumics pedig átvette. Jobbal aztán egy bődületesen nagy gólt ragasztott a barcikai kapuba. Megvan tehát az előny. 38. perc kezdete. Germán lövi el végül, megpattan a sorfalon. Szöglet. Dávid. Velmeli jobbal, középre egy csukafejes. Hú, kapu mellé ment szerencsére. Kovács ellen próbálkozott. Nem sokkal ugyan, de célt évesztett. Figyelni kell erre most. Jön a bepassz. Nagy védés Vargától. Közvetlen közelről lőhetett Kovács, de nem tudott túljárni a szegedi kapus eszén. Bravo, nagy védés. Baldal egy indítás, meg tudják előzni, Deákot ott lehet a helyzet, egy lövés, jó ablok, még mindig ott van, és Varga nagyot véd, de még mindig ott van, és kapufa, hát elképesztő, mi folyik itt. Germán bólintja ki a rövidnél, de még mindig ott van a labda, és Móga most tud felszabadítani. Hú, micsoda tűzi játék volt. Varga, a játékvezető pedig árgus szemekkel az óráját nézi. Itt a kidobás. Felharsan a hármas sípszó, és az azt jelenti, hogy Grumics bombagóljával mind a három bajnoki pontot elviszi Kazincbarcikáról a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Ebből a naptári évből még két mérkőzés van hátra. Legközelebb a Békés Csaba otthonában egy délalföldi rangadón láthatjuk majd Dobos Barna együttesét, majd azt követően a Csákvár ellen zárja a Szent Gellért Fórumban 2020-at a Tiszaparti együttes. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a végeredménnyel búcsúzom. Kazincbarcika, Szeged Csanád Grosics Akadémia 0-1, viszont látásra, viszont hallásra, vigyázzunk egymásra!